Diákmunkára jelentkezők az egyik nyíregyházi irodában. Jelenleg 138 ezer tanuló dolgozik valamelyik iskola szövetkezeten keresztül Magyarországon. Ezekre a szerződésekre ezentúl nem a munkatörvénykönyvének, hanem a szövetkezeti törvénynek a szabályai vonatkoznak. Erre azért volt szükség, mert az Európai Unió jogértelmezésében a magyarországi iskola szövetkezeti foglalkoztatás, azaz a diák munka nem volt értelmezhető jogviszony. Nincs például rendelkezésre állási kötelezettségük a tanulóknak, így például, ha nem érnek rá, vagy nem akarnak valamelyik nap dolgozni, akkor nem kötelezhetik őket. Ezt ugye egy normál munkavállaló nem tudja megtenni. Ebből adódóan egy csomó minden a munkatörvénykönyvéből nem értelmezhető, és emiatt világossá kellett tenni, hogy ez sokkal inkább hasonlít egy KFT vagy egy BT beltagjának a személyes közreműködésére, és emiatt volt szükség arra, hogy a szövetkezeti törvénybe kerüljön át. Ugyanakkor, mivel itt fiatalok szervezet foglalkoztatásáról van szó, nagyon fontos volt az, hogy garanciális elemek benne maradjanak a szabályozásba, tehát például a fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályok, hogy 8 óránál többet nem dolgozhat, nem túlórázhat, nem dolgozhat éjszaka. Ezeken túl pihenőidőt is kapnak, valamint a teljes munkaidőben alkalmazott tanulók alapbére a minimálbér lesz. Az új szabályokat szeptember 1-e és december 31-e között kell bevezetniük az iskola szövetkezeteknek. Ebben az időszakban újra kell majd kötniük a meglévő szerződéseket. Szerencsére jó nyarat zártunk, rengeteg diák dolgozott nálunk. Sok új diák is kezdte el a munkát nyáron, reméljük az össze is fogják folytatni. A mai nap szeptember 1-én már megéreztük, hogy indul az iskola, elkezdődtek az évnyitók. Hát ilyen alkalom, akkor így a szeptember 1. hetében akár ilyen 50%-os is lehet a visszaesés, de reméljük, amint megkapják a diákok az órarendjüket, újból jelentkeznek a munkákra is, elkezdenek dolgozni az iskola mellett is. A nyári hónapokban több százan dolgoztak a szövetkezetnél, a legkiemelkedőbb hónap a július volt. Akkor összesen 15 millió forint volt az iskola szövetkezet tagjainak kifizetett munkabér. A szeptemberi visszaesés előtt már az augusztus is kisebb foglalkoztatotti létszámmal zajlik, a diákok általában az utolsó nyári hónapban költik el az eddig megkeresett fizetésüket.